Ezek mellett van horvát magazinunk, azt a Ramona csinálja. Pályaorientációs nap keretében ma különleges kis vendégeket fogadtunk a Pannon Televízió stúdiójában. A Koch Valéria általános iskola hatodikosai egy délelőtt során megismerkedhettek a televízióval, és megnézhették, hogyan készül egy híradóadás, vagy akár egy magazinműsor. Ketten vagyunk itt, a Koch Valéria iskola központban érkeztünk, mi a 6. A vagyunk, és ma pályaorientációs nap alkalmából vagyunk itt. Ma nagyon érdekes programjaink voltak, betekintettünk a vágószobába, hogy épül fel egy műsor, illetve az anyag beolvasást is kipróbáltunk, beülhettünk a híradószékbe, szóval nagyon érdekes volt, én élveztem. A gyerekek kipróbálhatták a műsorvezetést, betekintést nyerhettek egy televízió mindennapjaiba. Szakmai szempontból elmagyaráztuk, hogyan is áll össze egy adott műsor, mi alapján választunk témákat. A stúdiózás mellett interjúkat is készítettek egymással. Mentünk oda a vágó szobába, ott bemutatta nekünk a Miki a nagyon érdekes vágóprogramot. Utána bementünk oda a stúdióba, ott nagyon szuper volt, azt tetszett nekem a legjobban, és nagyon jól éreztem magamat. A Német Nemzetiségi Iskola diákjai megismerkedhettek a green screennel, és bejárhatták a televízió különböző tereit. A súgógépről való olvasás és a híradó műsorvezetése bizonyult a legnépszerűbbnek a kiskamaszok körében. Beszélgettünk, meg felolvasottunk szövegeket. A látogatás végére valamennyien feloldódtak, és jó hangulatban indultak vissza a Tiborcz utcába.